Kedves nézőink, Isten hozta Önöket, újra itt vagyunk a Férfi Harcok, Arcok című műsorunkban Nagy Péterrel. És Nagy Zsoltán. És vendégeinkkel, az Ígéret fiaival, akik a múlt héten is velünk voltatok, Zoltán atya és Patrik, Sipos Patrik, ugye? Igen. Na hát, ez az Ígéret fiai, ez egy friss kezdeményezés, ugye erről már beszéltünk, a férfiak trenírozására, az Isten szelleme szerinti felkészítésre. Talán azzal indíthatnánk, hogy, és ugye itt van a logó, ami már Facebookon is fenn vagytok, hogy Patrik, te hogy kerültél kapcsolatba ezzel a férfi kezdeményezéssel, közösséggel? Hát mi a Zoltán atyával nagyon jó barátok vagyunk, nagyon érdekes, hogy egy éve volt kispapa, amikor én elkezdtem a Gál Ferenc Főiskolán dolgozni, mint könyvtáros, és így akkor kezdődött egy nagyon mély barátság kialakulni közöttünk, és tavaly nyáron keresett meg engem, hogy így volt egy ilyen imádságos közösségi alkalom, Szegedi Karizmatikus Közösséggel, és akkor mesélt róla, hogy kaptak imádságban egy ilyen indítatást Istentől, és hogy érdekel engem ez a kezdeményezés. És Szegeden én minisztránsokkal foglalkozok, minisztráns közösséget vezetek a Dómban, és így, mint fiú közösségben érintett ember, így személyesen érintve éreztem magamat ebbe a kérdésbe, hogy ez egy lehetőség, egy szolgálati lehetőség, és így kerültem be ebbe a szolgáló csapatba. Mi fogott meg benne? Mit láttál, amire azt mondtad, hogy na, ezért érdemes valamit motorogni, vagy időt, energiát szentelni? Igazándiból a kornak a kihívása jutottak egyből eszembe, hogy mekkora válságban vagyunk mi férfiak. Tehát, hogy úgy följött bennem a kérdés, bennem is így elkezdtem végigvonulni, hogy mit jelent az, hogy én férfi vagyok? Tehát, hogy nyilván az alapokat az ember tudja, de tehát, hogy Isten tervében mit jelent ez? És egy ilyen kíváncsiság, és azt gondoltam, hogy egyrészt ez a már meglévő közösségeim javára is szolgál, és nekem, mint férfinak egy önismereti lehetőség is, ugyanakkor az is, hogy ezekkel a kihívásokkal egyrészt lehet dacolni, amikről tud az ember, és föl lehet venni vele a harcot, másrészt pedig lehetőség ezeknek a mélyebb lelki megismerésére is, esetleg gyógyítására. Sokan úgy vannak vele, hogy hát ha kaptok egy valamilyen vallásos nevelést, egy erkölcsi értékrendet, adott esetben még gyakorló, valamelyik felekezet gyakorló tagjaként nőttek fel, mint ahogy úgy tudjuk te is, annak miért jelent ez kihívást? Mit kell még, voltál első áldozó, bérmálkozó, mit kell még ezen hezitálni? Mi kész? Hát nem egészen, mert az én bérmálkozásom az úgy volt, hogy hát úgy választottam, bérmaszenet, hogy azt szoktam, hogy nem is én választottam, hanem a jóisten, mert láttam egy filmet a Napfivér holdnőért, és Szent Ferencnek az alakja megfogott, és azt mondtam, hogy akkor legyen ő. És a bérmálásomat is ez jellemezte, hogy igazániból úgy éltem meg, hogy akkor utána nem kell hittanórára járni, és akkor kész is vagyunk. Felszabadulás. igen. És aztán így belemerültem a világnak a dolgaiba, így a számítógépes játékozás az nagyon erősen behúzott, és ahogyan a középiskoláról kikerültem, akkor az egyetemista évek is egy ilyen, hát a szülői értékrendtől való eltávolodás jellemezte, elkezdtem. Nagyon szépen fogalmazni. Igen, így a egyetemi bulik vagy? Igen. Kocsmázások, dohányzás, meg hát ez az erkölcsi lezserség alapvetően, tehát trágár beszéd, és így egyre jobban ezek így előtörtek az életemben. Aztán volt egy töréspont az életemben, amikor Isten konkrétan kiemelt ezekből a megkötözöttségekből. Ez valami tragédia, vagy valami euforikus megtapasztalás? Mert ez a kettő szokott lenni, amikor ilyen éles fordulópont következik be többnyire. Hát nekem lelki tragédia volt abban az értelemben, hogy számítógépes játék függő voltam, nem orvosi értelemben, tehát nem volt így kimondva, de a szüleim látták rajtam, hogy teljesen elszigetelt tőlük is, barátoktól is, és ebből egyedül az egyetemi időszak volt az, ami kimozdított. Tehát, hogy elmentem egyetemre, és akkor így együtt voltam a csoporttársakkal,
Aztán elmentünk kocsmázni, hazamentem és számítógépes játékoztam. Tehát körülbelül ez volt az életem az egyetem első két évében, és ilyen internetes számítógépes játék volt, és hát röviden a tragédia igazándiból az volt, hogy számomra egy teljesen ismeretlen ember írt nekem egy olyan üzenetet, ami nagyon fölforgatta az életemet, azt írta nekem, hogy meg fogok halni. És így ezzel találkozni, így végig gondolni azt, hogy bármelyik pillanatban vége lehet az életemnek. Ez nekem egy személyes dráma volt abból a szempontból, hogy eddig nem foglalkoztatott ez a gondolat. Épp akarom mondani, hogy véletlenül ezt eddig is tudtad. Mi volt ebben az új? Az volt, hogy annyira ott azt éreztem, hogy annyira konkrét, és annyira nekem szól, hogy egy teljesen ismeretlen ember rám ír, és igazándiból konkrét dátumot is mondasz, ez 2012-ben volt, akkor volt ez a világvége hisztéria, igen. És akkor mondták is nekem a körülöttem állok, hogy hát ez most nem olyan, hogy én ellenem irányult, hanem ez a hisztéria, de nem tudtam. Tehát akkor ez nem egy rossz szándék volt, vagy lehet, hogy az volt? Vagy? Lehet, ez nekem nem derült ki, ami viszont kiderült, amit megtudtam, hogy én valóban meghaltam, de a régi önmagam halt meg, és Istennek újra születhettem. Tehát, hogy végeredményben igaz volt ez a dolog. Én tényleg a világnak... És ettől az üzenettől haltál meg a régi ember szerint, a testembere szerint, és lettél újjá? Vagy akkor azáltal, amit elindítod? Akkor kezdtem el Isten felé fordulni, és a családom ebben nagyon erősen mellettem állt. Édesanyám, édesapám, nagymamám, imái, az unokatestvérek, tehát hogy mindenki imában kísért és velem volt, és így volt egy nagy rátalálás Istenre. És ebben a megtért, megújult állapotodban ért el Zoli atya felhívása, vagy találkoztatok ezen a bizonyos karizmatikus találkozón szőregen? Úgy volt ez, hogy már több éve kísértem Patrikot, tehát hogy mondjuk első két évében volt ez az élménye, és még erre egy 4-5 év barátság rájött, így folytonos ismerettség, nyilván tudtunk egymásról, beszélgettünk, megvitattuk az életeseményeket, és akkor tudtam, hogy mindenképpen egy olyan barát, akire számíthatok, akiben ott van a vágy, hogy Istenért tegyen, és ezért úgy gondoltam, megszólítom őt, hogy nézze meg, hogy ez illik-e abban, merre Isten őt vezeti, nézze meg azt, hogy tényleg ebből tud-e mondjuk úgy jó értelemben profitálni, és így szólítottam meg, és hát körülbelül ugye a találkozásunktól kezdve eddig a pillanatig, hogy Patrik, na gyere, próbáljuk meg, az egy ilyen 5 év telt el. Uh-huh. Mert nem az a gondolat, hogy ugye az akár a férfi harcok műsort nézzük, ugye mindig előkerül ez, hogy példák, minták, férfi ősök, akitől valami módon hatottak ránk, vagy azoknak a hiánya, és akkor annak a pótlására. Nektek milyen példáitok vannak egy magának az ígéret fiainak a víziójában? Lehet, hogy már eleve kaptatok akár bibliai példákat, de akár személyes, az életetek személyes szintjén milyen példák mozgatnak? Nagyon érdekes ugye ez, hogy hozod, mert akármilyen jó példája van valakinek, mondjuk tegyük fel, apukád úgyse fog tudni megtanítani téged arra, hogy hogyan kezdj valamit a számítógépes játékokkal, mert ő nem volt ebbe benne. Mm-hmm. Tehát érdekes ez, hogy ilyen relatív, annyira fölgyorsult a világ, hogy ez igen. A példaadás se tud mindenbe ugyanúgy, mert abba tud, hogy na, hogy verem be a falba a szeget, abba lehet, hogy tud példát adni, mert az olyan általános, de sok mindenben akkor se tud példát adni, hogyha ha jó apa, hogyha tökéletes. Azt mondom, hogy a saját életemben, ha megnézzük, akkor ez az igazság, hogy mindig volt, tehát így nem vagyok az a példaképes típus. Én világéletemben, hogyha kérdezték, hogy ki a példaképem, úgy sose tudtam egy adott szemét így megfogalmazni. Hanem valahogy egy kicsit árnyaltabban mindenkinek láttam a jó oldalát és a rossz oldalát, és úgy azt megcsodáltam benne, és próbáltam beemelni az életembe. Nem tudom. Patrik? Nekem ez olyan érdekesen alakult, mert én nekem meg a példaképek mindig fontosak voltak. Gyerekként az unokabátyám, tehát bármit csinált, akkor azt nekem is muszáj volt, mert annyira vonzott.
de ahogyan nőttem fölfele így Istenben is, egyrészt édesapám, akár ahogyan mellettem állt a nehézségekben és problémákban, akár az, ahogyan a családomért az áldozatokat vállalja és küzd értünk, és ez egy nagyon nagy példakép, másrészt pedig, ahogyan Istenre rátaláltam, elkezdtem példaképeket keresni a szentekben. És konkrét férfiak vannak, akik olyan példák voltak számomra, mint Szent Ferenc, vagy Pió atya, vagy Néri Szent Fülöp, és aki még élő példa, az egy fiatal pap volt a Szegedi Domban, egy káplán, aki amikor én közösséget kerestem, akkor nagyon pozitívan fogadott, és nagyon örült annak, hogy egyáltalán érdeklődöm valami ifjúsági hittan iránt. És nagyon mókás volt a helyzet, mert ő egy nagyon kilépő ember volt abban az értelemben, hogy így beszélgettünk így a minisztrálásról, közösségekről, stb. És így megtudta, hogy én harmadikos koromban minisztráltam. És így szó szerint kvázi így a hónom alá nyúlt, amikor ugye erről beszéltünk, ez egy mise előtt történt, és azt mondta, hogy akkor gyere. És mondtam, hogy jó, persze, majd egyszer. És akkor adott egy albát, és mondta, hogy most. És így hát majdnem 12 év után az ember így meglepődtem, hogy most akkor mindent föleleveníteni, és ez egy akkora meghatározó eseménye volt az életemnek, hogy az Istenhez való közeledésembe, így a minisztrálás, az nekem nagyon fontos szerepet adott, és ő egy példa számomra, így akár a bátorságáról. A másik példa pedig, hát a Zoli egyébként, nem személyeskedek, de tényleg, tehát, hogy ő pedig, ahogyan láttam a szeminárium éveit, ahogyan ott dolgoztunk, és barátok lettünk, és folyamatosan láttam azt, hogy ő mennyire ki tud nyitni Istenre, hogy mennyire ő az első az életében. Uh-huh. És így nekem ez egy ilyen vágyakozás volt, hogy de jó lenne ez a tűz, hogy így élni. Uh-huh. Egy papnak szabad barátnak lenni? Muszáj. Emberbarát szakma. Na ez nagyon fontos mondat, igen. Tehát, valahogy azért megtanultuk a Bibliából, hogy Isten és ember szeretet az kell, de azt gondolom, hogy egy papot is megtartanak a hiteles barátságai, és hogyha tud igazán barátja lenni valakinek, akkor azzal gazdagodik az ő személyisége is, meg ezt nem is kellene mondani igazán. Ami nyilván abban áll, hogy az ember barátja lesz az embereknek, hogy ugyanúgy megpróbálja megszólítani őket, kicsit közösségbe vonni, vagy magával vinni, ez mindenképpen fontos része a papi életnek, és anélkül nem tudod, hogy ne lenne közelség. Tehát távolról lebeszélni, távolról ismerni az embereket, az nem elég. Nekem ahhoz kapcsolódik ez a gondolat, hogy barátság, hogy előjött az egyetemi évek, hogy főiskola, hogy mennyire meg tud, úgymond, billenteni, vagy akár rontani egy ilyen korszak, nem? Tehát, igen. Hogy ez, Patrik, nálad is ugye ez a példa, és hogy itt mennyire sokat számítanak a barátok. De mondjuk, mi ugye fiataloknak azt mondjuk, hogy fontos így, hogy Jézus körül, vagy Jézussal építsünk egy ilyen bandázást. Akár ez most nem csak férfiaknak, hanem lányoknak is. És itt tényleg, hogy ugye ez egy misszió, amivel szeretnétek más fiatalokat is bevonni, megérinteni, ezt hogyan akarjátok így felépíteni, hogy ilyen bandák, vagy több ígéret fiai legyen, meg csoport legyen? Hát van az a szép példabeszéd, hogy bármilyen magas egy mamut fenyő, hogyha körülötte kivágják a többi mamutfenyőt, akkor az is eldől. Még a legmagasabb is, mert hogy úgy működnek a mamutfenyők, hogy szétterül a gyökerük, és egymásba kapaszkodnak. És akkor tudnak együtt fönnállni, ha mindenki áll körülöttük, mert a gyökereik tartják egymást. És valahogy így van ez, hogy sok férfi nem érzi még ennek át a valóságát, a szükségességét, de ezt sose lehet úgy megmondani, hogy neked kell közösség, mert kell a közösség. Hanem egyszerűen az, hogy na gyere, mint ahogy Patrikot is az atya megfogta, és gyere minisztráns közösségbe, és utána lett a minisztránsoknak a vezetője, akkor ugyanígy nekünk is valamiképpen ez a feladat, hogy személyesen megszólítunk. És nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az a mi missziónk nem szeretne kivonni embereket az alapközösségükből,
Hogyha mondjuk valakinek van egy közie, ahol fiúk és lányok együtt vannak, akkor ez a közösség, ez még nyilván egy ilyen plusz misszió ahhoz képest. Tehát, hogy nem úgy szeretné ezt kialakítani, hogy csak homogén férfi közösségek jöjjenek létre, viszont aki részt vesz a mi missziónkban, az kap egy olyan szellemiséget, hogy utána a közösségén belül lévő férfiakat még jobban, hogy mondjam, még jobban figyeljen rájuk. Az lenne a lényeg, legyen egyfajta fiús összetartás attól függetlenül, hogy egy homogén közösség van. Tehát, hogy tudják megtalálni egymást egy-egy kérdéssel, ilyen baráti kapcsolatok együtt. Tehát, hogy Isten a találkozás, azt mondta az egyik ilyen afrikai bíboros, hogy a jó Isten a találkozás, mert ugye ő is folytonosan egy örök találkozás, hogy az atya találkozik a fiúval. És akkor tudunk mi is működni, ha így engedjük, hogy találkozzunk egymással. Az előző adásban már egyszer szóba került, hogy ezek a férfi találkozások, egyáltalán egy férfi közösségben a beszélgetés az más. Te ezt hogy éled meg? Vagy ez miben más? Vagy miben segített neked? Számomra abban más leginkább, hogy ahogyan látom a társaimat, ahogyan fejlődnek, vagy ahogyan együtt imádkozunk, és ezek a közös megtapasztalások, ezek engem is érlelnek. Egyrészt a saját férfiasságon, másrészt Istenben is sokkal mélyebben elmerítenek. És emiatt erősödik bennem egy ilyen missziós érzés is abban az értelemben, hogy pont így, hogy számítógépes játékokról beszéltünk, hogy én tudom, hogy ez milyen mély környezet, és mennyire el tud zárni, mennyire el tud szigetelni, és mennyire veszélyes, és hogy tényleg szólít, ez nem játék, tehát ez teljesen elzár a külvilágtól. Ez csak egy gondolat elég, ez azért érdekes, mert önség azt mondják, hogy hát diákjaim, hogy hát együtt játszunk mi az interneten, tehát ez is egy közösség. És Philip Zimbardo ugyanezt mondja, hogy a számítógépes játékok elszigetelik a fiúkat, és digitálisan átprogramozza az agyukat, elválasztva őket a valós kapcsolatoktól. Igen, mert az az igazság, hogy ahogyan miután kiléptem ebből a világból és végig gondoltam, tehát az így kicsit átláttam a rendszert, hogy egy hamis ösztönzési rendszer van, tehát folyamatosan hazugságokkal élteti az érdeklődést a résztvevőkben. És ez egy ilyen közösség szellemet szimulál, ami valójában nincs. Tehát soha nem valósulhat. Ez egy virtuális és nem egy valós közösség. Így van. És emellett pedig elvesz azoktól, akik fontosak. Legyen az család, férj, feleség. Tehát láttam olyan 30 év körüli fiatalokat, akik már férj és feleség, és akkor munkából hazamennek, és akkor ez az életük, hogy akkor hazaér, megvacsorázik, és hajnalig játszik. Tehát ez számomra érthetetlen. Volt így kamaszként is, hogy hát neked már gyerekek kellene, hogy legyenek. És ez egy valós probléma, amiről így én szeretnék beszélni azokkal, akik ebben benne vannak. De egyébként ez a probléma szerintem most növekszik még, mint probléma. Tehát ide konkrétan kellenek a harcosok, hogy szembe menjenek. Hát ráadásul most ez az elektronikus sport gyakorlatilag már szakággá is vált. Jó esély van, hogy emögött van azért egy nagyon erős másfajta lobby és összetartó erő is, hogy belevonni minél több fiatalt ebbe. Hát azt tudom erre csak mondani, hogy amikor én ilyen kamasz voltam, nekem is az életem része volt a számítógépes játék, és én is azért rá tudtam fordítani kellő időt. Egy idő után számomra érdektelenné vált, tehát úgy kihűlt, csalódtam benne, hogy hát igazából semmi értelme, hogy előrébb nem leszek az életemben azáltal, hogy órákat ott ülök. És én mondjuk úgy hasznossági szempontból azt tudtam mondani, hogy hagyjuk ott. És kicsit úgy háttérbe szorítottam. Viszont az mindig jó volt, mondjuk egy szilveszterkor, vagy valamilyen baráti összejövetelen, hogy mondjuk PlayStation-özünk egyet, és akkor kivezet gyorsabban, vagy vannak ezek az ilyen party játékok, amikor táncolunk a PlayStation-nel, és ezek tudnak jók lenni. Tehát el kell ismerni, hogy ennek az egésznek van egy jó oldala, de ugyanúgy, mint bármi. Tehát ott van az a mértéktelenség, semmi se jó, hogyha túl toljuk. És azt gondolom, hogy ebben is meg kell találni az egyensúlyt, hiszen erre vagyunk hívva, hogy
hogy ne legyünk rabjai semminek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Úgyhogy most akkor el is búcsúzunk, és a következő héten egy újabb vendéggel, Ígéret fiainak egy újabb harcosával fogunk találkozni, és a kedves nézőkkel. Úgyhogy Patlik, Zoltán atya, elbúcsúzunk most. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. Viszontlátásra.